Minden évben van egy évzáró karácsonyi műsorunk, ahol összefoglaljuk az évet, örülünk a sikereknek, de leginkább egymásnak szoktunk örülni, és én egy Albert Einstein idézettel köszöntem meg az együttesnek az Az Égyi munkáját, engedjétek meg, hogy ezt itt is elmondjam, azt mondja Einstein, hogy az élet olyan, mint egy kerékpár, haladnunk kell ahhoz, hogy megőrizzük az egyensúlyunkat. Hát a Veresegyházi hagyományozó népi együttes, azt hiszem, hogy régen is, és idén is, és mostanában is, és reméljük, hogy a jövőben is keresi, és azt gondolom, hogy nagyon jól megtalálja az egyensúlyát. Az egyensúlyát a hagyomány, a múlt, a jelen, a jövő között, mert a hagyomány, ezt sokan azt mondják, hogy él, igen, él a hagyomány. Persze, hogy él a hagyomány, ha éltetik. Én nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen közösségnek az élén állhatok, ahol ha körülnézünk, mindig a tevékenység, a tevékeny hétköznapok állnak. Itt van egy művelődési ház, ahol a fotókon keresztül, az asztali dekoráción át, a székek asztalok befakolásán, és mellesleg egy kis folklórműsor előadásán is maga az együttes fáradozik. Én köszönöm a Veresi Népi Együttesnek, hogy velük lehetek, és önöknek köszönjük, hogy minden évben itt vannak velünk. Nem csak ezzel, hanem a többi városi rendezvényen is figyelik, szeretik és tapsolják a Veresegyházi hagyományozó népi együttest. Hogy köszöntsük a mai napot egy egyszerű kis farsangos összeállítással, reméljük mindenkinek annyira jó kedve lesz tőle, mint nekünk is van. Még egyszer, itt a farsang, álljon hátra bár!